Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Clio intézetünk minikonferenciáján, melynek témája Nyiras Uralom Budapesten lesz. Én Tóth Eszter Zsófia vagyok, én fogom moderálni az eseményt, a Clio intézet történészeként dolgozom. Elmondanám, mi lesz a forgatókönyv. Az első részben 4 előadást fogunk meghallgatni, utána egy kis szünet után lesz a beszélgetés rész, amely szintén bő időt, majdnem másfél órát hagytunk rá, akkor lehet kérdezni és hozzászólni, majd ezt követi egy fogadás. Úgyhogy fel is kérném első előadónkat, Paksa Rudolfot, bevezető előadásának megtartására. Egy-két szót azért mondanék róla. Nagyon-nagyon örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat, ugyanis Paksa Rudolf a téma egyik legkiválóbb kutatója. Ajkán született 1981-ben, és az ELTE-n végzett történelem szakos előadóként, középiskolai tanárként itt szerezte doktori fokozatát is summa cum laude minősítéssel. Az MTA Történettudományi Intézetének kutatójaként dolgozik 2009 óta. Amit nagyon fontosnak tartanék kiemelni, hogy nagyon-nagyon sok kutatásban vett részt a magyar szélső jobboldal történetén, Szálasi Ferenc és a hungarizmus témát, illetve a magyar nemzeti szocialistákról is mind-mind külön önálló köteteket jelentetett meg, de ettől függetlenül részt vett 68-as téma, rendszerváltásos téma és hasonló izgalmas témák kidolgozásában is, úgyhogy felkérném most előadásának megtartására. Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a kedves szavakat, üdvözlök mindenkit. Bele is vágnék, mert a 25 percben egy bevezető előadást szeretnék én tartani a mai naphoz, mégpedig ebben a bevezető előadásban három irányból szeretném majd bevezetni ezt a kérdést, hogy mi is történt 44-45 telén Magyarországon. Először is fogok beszélni nagyon címszavakban a nyilas mozgalomról, másrészt vázlatosan a Szálasiról és a hungarizmusról, és egy kicsit bővebben a német megszállás alá került Magyarországról. Amikor körülbelül 15 évvel ezelőtt elkezdtem kutatni ezt a témát, akkor nagyon sok tévhit volt ezzel kapcsolatosan forgalomban, aminek utána kellett menni és le kellett hántani róla a magvakat, illetve hogy mi ennek az igazságmagva ezeknek a tévhiteknek. Ezen tévhitek egy része már egy időben az eseményekkel a Horthy korban keletkezett, hogy lejárassák a nyilas mozgalmat politikai riválisai. Egy másik része pedig 1945 után a pártállami történetírás koholmányaként született, és aztán meglehetősen virulens is maradt. Ezekről majd fogok mindjárt beszélni. Ha egy kicsit tágabb kontextusba szeretnénk tenni a nyilas mozgalmat, akkor azt lehetne mondani róla, hogy egy körülbelül 100 éves történetnek egy nagyjából 15-20 éves epizódja a nyilas mozgalom. Ez a 100 éves történet, ez pedig egy szélesebb körű politikai irányzatnak, az általam szélső jobboldalnak nevezett irányzatnak a története, amelyik az első világháború után jött létre, és alapvetően egy kettős tagadásra épült, sem a monarchia liberális, parlamentáris, demokrácia felé hajló irányzataival nem értett egyet, sem pedig a tanácsköztársaság időszakával, és ehelyett valami egészen mást képzeltek el. Azonban ez a szélső jobboldal önmagában is egy meglehetősen összetett jelenség volt. Itt én most azt próbáltam meg bemutatni, hogy a magában a Horthy korszakban, tehát a két háború közti időszakban két nagyobb irányzata látható, vagy ismerhető fel ennek a szélső jobboldalnak. Az egyiket én jobboldali radikalizmusnak nevezem, és ide sorolom Magyarországon az 1920-as években megjelent fajvédő mozgalmat. A másik pedig az, amelyik egy totalitárius állam kialakítására törekedett, egy szélsőjobboldali totalitárius állam kialakítására. Ilyenek voltak Németországban a nácizmus, Olaszországban a fasizmus és Magyarországon a nemzeti szocializmusok. Ami ezen belül is mindig egy tagolt mozgalom volt. Tehát szemben a hitlerizmussal és a Mussolini-féle fasizmussal a magyar nemzeti szocializmus, mint mozgalom, soha nem volt teljesen egységes, hanem mindig kisebb csoportokból állt, kaszáskeresztesek, nyilaskeresztesek, hungaristák és hasonló kifejezések lehetnek érdekesek ebből a szempontból. Itt ennek bemutatására hoztam is néhány pártemblémát, hogy látható legyen, hogy milyen sokféle is volt maga ez a mozgalom, és az is látható egyúttal, hogy egy kicsit jobban megnézzük a szimbólumokat, illetve alatta a párt
zárt neveket, hogy egy viszonylag zárt, szűk szókincsből és jelkészletből válogatták általában össze a szimbólumaikat és a párt neveiket, és láthatunk egy időbeli fejlődést is, ahogyan a Horogkereszttől eljutnak a Nyilaskereszthez, úgy ott átmenetként van még egy Kaszáskereszt, illetve Szálasinak az egyik első pártjának a szimbóluma. Összességében azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a nemzeti szocialista mozgalmak a gazdasági világválság idején tűnnek fel, akkor, amikor a 3 millió koldus országáról lehet beszélni, ugye ilyen irodalmi képpel, és teljes mértékben német mintára szerveződnek a programjuk, az egyenruhaviselet, a jelképeik, a propaganda anyagaik, mind kimondottan a náci mintát másolják. A 20-as évek magyar fajvédő mozgalmához képest pedig, hogyha ebből az irányból akarjuk nézni, az látszik, hogy egy durvább, radikálisabb, antiszemitább csoport az, ami megjelenik. Amit mindvégig látunk a 30-as években a magyar nemzeti szocialista mozgalmon belül, hogy mindvégig egy megosztott, töredezett tábor marad, tehát soha nem válik teljesen egységessé, és a megjelenésüktől kezdve minden egyes Horthy-kori kormány fellépett ellenük, de alapvetően nem ideológiai okokból, hanem sokkal inkább hatalomtechnikai okokból, mert hogy a legerősebb rivális ellenzéki pártként jelentek meg. Hogyha korszakolni szeretnénk a magyar nemzeti szocializmus történetét, akkor azt láthatjuk, hogy 30 és 35 között jelennek meg az első próbálkozások, amelyek még kimondottan másolják, szinte szó szerint a német mintát. 35 és 38 között aztán látunk egy második pártalapítási hullámot, ekkor egyre többen csatlakoznak a mozgalomhoz, különböző irányokból, és ez az az időszak, amikor elkezdik adaptálni a német mintát a magyar viszonyokra. Ezután 38 és 41 között beszélhetünk átmeneti sikerekről, de azért ezek ellenzékből elért sikerek, tehát közben azért van egy kétharmadosnál nagyobb kormánytöbbség, amelyik igencsak limitálja ezeknek a sikereknek a mértékét. 41 és 44 között azt látjuk, hogy két ikerhegy emelkedik ki tulajdonképpen. Az egyik az ellenzékbe vonuló Imrédi Béla, aki köré az egyik nagy nemzeti szocialista erő szerveződik, a másik pedig Szálasi. És a kettő politikus közül Imrédi az, aki tulajdonképpen lenyúlja Szálasitól a mozgalmat, az agilisebb pártagokat, az értelmiséget. Ezért is van az, hogy 44-45-ben két ütembe kerülnek hatalomra. 44 tavaszán az Imrédi féle nemzeti szocialisták kerülnek be asztójai kormányba, Szálasék pedig majd csak 44 őszén kerülnek be akkor, amikor már tényleg mindenkit be akarnak vonni a kormányzatba, aki hajlandó kitartani a háborúban a német barát oldalon. 45-46-ban pedig látjuk az elszámoltatást, illetve azoknak, akiket ez nem érintett, vagy akik ezelőtt el tudtak menekülni, az emigrációba vonulást. Itt kigyűjtöttem azt, hogy világosan látható legyen, amire már az előbb utaltam, hogy minden egyes kormány a Horthy-korban fellépett a nyilasokkal szemben. Itt mondjuk a 30-as évek kormányai vannak csak fent telekig, de az utána jövők is így tettek 44-ig bezárólag. És ugyanígy gondolkodott erről Horthy is, aki mélységesen lenézte a nyilasokat. Talán azt érdemes még kiemelni, hogy Teleki Pál volt az, aki a legszélesebb eszköztárat vetette be, a törvényes, és tulajdonképpen még a törvénytelen, vagy a törvényesség határait erősen súrló eszközöknek is, hogy visszaszorítsa a nyilas mozgalmat, ami azért érdekes, mert Teleki volt a miniszterelnök akkor, amikor a választásokat rendezték 39 nyarán. Ennek az állandó fellépésnek a nyilasokkal szemben jó példája az, hogy Szálasinak a pártjait újra és újra betiltották, amit aztán ők újra és újra alakítottak. Ezért van az, hogy sokféle neve is van magának a pártnak. Itt ezt próbáltam meg érzékeltetni, tehát hogy látjuk, hogy hogyan fejlődik újabb és új betiltásról betiltásra a Szálasi párt neve. Maga Szálasiról egyébként annyit érdemes leginkább tudni, hogy egy katona volt, vezérkari tiszt 35-ig, ekkor nyugdíjaztatta magát. A katonakörökben szociális érzékenységével is kiemelkedett tisztársai szerint, de szerintem nem ez volt az, ami miatt a nyilas táborban ő vált a vezér alakká, hanem sokkal inkább két tényező. Az egyik az az, hogy Szálasi volt az, aki a leginkább elkötelezett volt, ha úgy tetszik, a leginkább fanatikus volt ebből a táborból, még a börtönt is vállalta, ugye alapvetően ez nagyon sokat hozzátett az imázsához. A másik pedig, hogy ő volt az, aki megpróbált egy magyar nemzeti szocialista ideológiát alkotni hungarizmus néven. Érdemes talán még megemlíteni, ha a Szálasi életút érdekességeiről beszélünk, hiszen vele kapcsolatban rendszeresen fölmerül a kérdés, hogy talán őrült volt-e, vagy pedig sem, hogy a spiritizmus és az álmok milyen fontosak voltak számára.
Az első világháborúban, illetve közvetlen utána volt egy spiritista időszaka kimondottan Szálasinak, és az álmoknak is nagy jelentőséget tulajdonított. Ez azonban egyáltalán nem volt ekkoriban meglepő. Az első világháború idején a spiritizmus általánosan elterjedt, hát gondoljunk bele, a lövészárkokban se telefon, se internet, tehát a lehetséges kapcsolattartás a külvilággal, ez a szellemidézéshez folyamodtak nagyon sokan, mások meg az alkoholhoz, ami Szálasit annyira nem érintett. És az álmokban való mélységes hit pedig a görögkatolikus édesanyjának volt szerintem alapvetően köszönhető, aki nagyon közel állt mindvégig Szálasihoz. Egyébként Szálasinak biztosan volt személyiségzavara, azonban a ránk maradt dokumentumok alapján nem lehet pontosan diagnosztizálni, de nagy valószínűséggel nem volt kóros elmebeteg. Az, amit látunk a személyiségéből, hogy fontosak számára a szimbólumok, mind nyelvileg, mind képileg, minuciózusan megtervezte a szimbólumokat, a pártjának a jelvényét, és ezeknek mindnek jelentést is tulajdonított, tehát minden egyes részletnek van valami jelentése. Jellemző volt rá a szóalkotási láz, és az is, hogy minden komolyan vett és nem értette a szarkazmust. Nos, az a helyzet, hogy ilyen személyiségzavarral nagyjából minden századik ember rendelkezik. Tehát ez alapvetően nem lenne feltétlen ritkaság. A probléma inkább az, hogy ezekkel a képességekkel ő majd aztán az ország élére került. Egyébként nekem a személyes véleményem az, hogy amikor én írtam egy életrajzot Szálasiról, akkor ilyen játékos módon megpróbáltam kitölteni Szálasi nevében a Myers-Briggs személyiségtesztet, hogy hova tartozik. És ez egyébként annál is racionálisabb, mert a Myers-Briggs személyiségtesztet 1944-ben publikálták, de ennek ellenére nem tudunk róla, hogy Szálasi valaki töltötte volna, hogy ő egy logisztikus típusú személyiség volt, hogyha ennek utána néznek, hogy az milyen tulajdonságokkal rendelkezik, akkor látni fogják, hogy azért ez elég jól jellemzi Szálasi személyiségét, de hogy voltak ilyen politikai vezetők, tehát ez önmagában nem meglepő, George Washington, Angela Merkel is ide tartozik, vagy a trónokharca rajongói Lord Eddard Starkra is gondolhatnak. Mindegyikük ugyanabban a személyiség típusba tartozik. Én azt gondolom, hogy ha bármelyikük beszélgetett már hajnali 2-3 óra környékén informatikussal egy pohár sör mellett, akkor nagyjából hasonló gondolatokat is fog tőlük hallani, mint Szálasitól. Na most ezek a gondolatok pedig, amit ő maga hungarizmusnak nevezett. A fogalmat Prohászka Ottokártól vette, de teljesen mást ért alatta, vagy jelentősen mást ért alatta, mint Prohászka. A nacionalizmus, a szocializmus és a kereszténység egy sajátos keverékét akarta Szálasi megalkotni, amelyben a Kárpát-medencét Hungária Egyesült Földek alatt, név alatt szerette volna újraegyesíteni, mégpedig úgy, hogy az elcsatolt részek azok önként visszatértek volna Magyarországhoz, mert ez egy olyan kitűnő hely lett volna. Konnacionalizmusnak nevezte a nemzeti szocialista népek testvériségét, ez ugye a szocialista internacionalizmus mintájára, aszemitizmusról beszélt, antiszemitizmus helyett, amiben azt látta a különbségnek, hogy az aszemita az egy zsidótlan Magyarországot akar, az antiszemita meg korlátozni akarja a zsidók jóit az országban. Addig, amíg nem érhető el a zsidótlan Magyarország, őrségváltást tervezett, vagyis lecserélni a pozícióban lévő zsidókat keresztényekre, és a társadalom különböző csoportjai közti békét pedig Pax Hungaricának nevezte, illetve máskor pedig a szociálnacionáli gondolatot használta erre, és hát ezek a nézetek akár még szimpatikusak is lehetnének, hogyha így nézi az ember, de hogyha megnézzük, hogy hogyan képzelt el a hétköznapi életet, tehát hogy nézett volna ki a hungarista családmodell, akkor már egy kicsit világosabban látszik, hogy ez egy teljesen falanszterszerű, utópikus, fantaszta gondolkodásnak a része. Ott jobb felső sarokban látott családkép, ami egyébként nagyon hasonlít a hasonló némethez, azzal a különbséggel, hogy itt csak két gyerek van, tehát ugye Magyarországon a problémák az volt, hogy egy gyerek vagy egy nulla gyerekes családmodell volt elterjedt, és ugye ehhez képest a kettő is előrelépés, a hasonló német családmodellben 3-4 gyerekkel számolnak, és mint láthatjuk az leírásban, egyébként a Szálasiéknak a családra kapcsolatos nézeteik is inkább ebbe az irányba tartottak, mert hogy a 4 gyermeknél kevesebbet vállalókat különadóval akarták sújtani. De azért voltak ennél eszméletlenebb elképzeléseik is, például az, hogy az egyedülállók, ugye a szinglik, nem vezethettek volna saját háztartást, hanem ilyen közös szállásokon kellett volna élniük, amíg nem házasodnak meg. A házasodást egyébként fajhigiénés vizsgálathoz kötötte volna, annak érdekében, hogy ne legyenek meddő párok. Ha pedig egy pár terméketlenné vált volna, tehát valamiért nem jön az utód, akkor azokat szét kellett volna választani és újra kombinálni őket, hogy hát ha mással sikerül. Természetesen a szellemi és testi fogyatékos utódokat kiiktatták volna, ez azért alapvetően német mintára történik. Na most ezt azért ők kevésbé reklámozták, tehát a sikereik nem emiatt voltak, hanem sokkal inkább a politikai nézeteik miatt.
Hogy mikor vannak ezek a sikerek? Alapvetően 38-39-40 az az időszak, amikor a sikereiket elérik, főleg a parlamenti választáson, 39 májusában. Itt, ha megnézzük a listás eredményeket és az egyéni eredményeket, jól látható, hogy jelentős támogatottságuk volt, a második legnagyobb politikai erővé válnak a kormánypárt mögött, a legnagyobb ellenzéki frakcióvá, de ugye ez egy töredezett frakció, tehát különböző pártok együttesen alkotják a nyilas frakciót. A sikereikhez még ugye arra emlékeztetnék, hogy Teleki azért mindent megpróbált, hogy megpróbálja őket visszaszorítani, és ennek ellenére sikerült ezeket az eredményeket elérni. Ha megnézzük a parlamentbe bekerült politikusaikat, vagy egyáltalán a párt politikai vezetőit, azt láthatjuk, hogy ezek a politikusok semmivel se voltak rosszabbak, mint mondjuk kormánypárti képviselőtársaik. Mindössze bizonyos tekintélypozíciókat kevésbé birtokoltak, de hát ez logikus a rendszer jellegéből, mert ugye azt a kormány osztotta. Tehát értelemszerűen ez a kormánypártiaknak sokkal nagyobb arányban állt rendelkezésükre. Sőt, azt látjuk, hogy szellemi hátországa is volt a nyilas mozgalomnak, habár, ahogy erre már talán utaltam is, az értelmiség a 40-es évek elején fokozatosan átáll Imrédi Béla mögé, és Szálasi így tulajdonképpen magára maradt. Hogy milyen sikereket lehetett elérni ebből az ellenzéki pozícióból egy kétharmadosnál nagyobb kormánytöbbséggel szemben, hát mérsékeltett, de egyet egészen biztosan. Egyfajta sajátos ígéretversenybe hajszolták bele a kormánypártot a zsidó kérdést illetően. Ezt nagyjából úgy kell tehát elképzelni, hogy a németekre tekintettel, tehát folyamatosan a németekre vetették figyelmüket, nem Párizsra, és az ottani zsidó törvényeket kezdték el követelni Magyarországon, ezzel felhetszelték a lakosságot, és ez volt az a közigény, amit a kormánypárt is megpróbált kielégíteni az újabb és újabb zsidó törvény javaslataival, és így egy ilyen sajátos ígéretversenybe vagy ilyen spirálba futott bele a kormány. Így jutunk el 44. március 19-éhez a német megszálláshoz, aminek itt két emblematikus alakját és egy fotót hoztam így emlékeztetőként, azért, hogy ne feledjük el, hogy Magyarországot katonai megszállás alá helyezték, vagy katonai megszállás alá került. Általában el szoktuk mondani, hogy az Eichmann kommandó, amely Magyarországról a zsidókat deportálta, milyen kis létszámú volt. Azt azonban jóval kevésbé szoktuk hangsúlyozni, hogy a német megszálló haderő, amelyik Magyarországot katonailag birtokba vette, az viszont egy meglehetősen nagy hadsereg volt, illetve nagy mennyiségű magyar, katona érkezett ide Németországból a magyar területre. Ugye főleg az április és július közti számok az érdekesek, mert utána már itt van a harcoló front, tehát azért olyan nagyok a számok. De az jól látszik, hogy több mint 70 ezer katonával szállták meg Magyarországot a németek. Csak összehasonlításként, amikor a szovjet megszálló haderő van itt, hogy leverje 56-ot, akkor ez a létszám ennél egy kicsit kevesebb. És csak, hogy még egy összehasonlítást tegyünk, nagyjából ugyanennyi emberrel érkezett Szulejmán a Moási síkra, nagyjából elmondhatjuk, hogy Magyarországot 67 ezer katona szokta megszállni. A másik dolog, ami legalább ennyire sajátos a történetben, és szerintem ez még fontosabb is, mint ez az elrettentő erő, amit a katonaság jelenléte okozott, hogy nagyon is célzott csapást mértek a magyar társadalom immunrendszerére. Arra az immunrendszerre, ami egyébként mi majd látni fogjuk mindjárt, valójában eléggé meg volt támadva már így is. Az ismert náci ellenes politikusokat és közéleti szereplőket azonnal letartóztatták, ezeket a listákat szélső jobb oldali besúgók készítették nekik. Több mint 120 újságot betiltottak, társadalmi szervezeteket számoltak fel, helyi szervezeteket zártak be, irodákat zártak be, összesen több mint 10 000 embert fogtak le, és ez nagyon is meghatározta azt, hogy mit tud tenni az ellenállás. Annyit még talán az ellenálláshoz, hogy annak a dinamikája is sajátos, ugye itt a tavasszal volt egy komoly sokk az ellenállás részéről. Ami, hogyha a magyar tényezőket nézzük 44-45 történetében, nyilván Horthy felelőssége felvethető. Erről én most nem fogok hosszan beszélni, amúgy is Turbucz Dávid órákat tudna önöknek erről beszélni, és bizonyára fog is, vagy valamikor majd fog, ha eddig nem tette volna még elégszer. Ami ebből számunkra most érdekes és kiemelendő, hogy Horthy 43 óta egészen biztosan tudja, hogy a németek mit terveznek a zsidókkal. Ennek fényében értékelhető az, hogy 44. március 18-án egy nagyon érdekes pszichés sakját keretében Hitler ráveszi, hogy elfogadjon Horthy egy ultimátumot. Egy olyan ultimátumot, amelynek része az, hogy Horthy ne mondjon le, és ezzel garantálja Magyarország stabilitását, új kormányt nevezzen ki. Itt látszik egyébként, hogy Horthynak volt mozgástere, mert a németek Imrédit akarták miniszterelnöknek, de Horthy ezt nem volt hajlandó elfogadni személyes okokból, hanem Sztójait nevezte csak ki. Aztán fokozza Magyarország a háborús részvételét mind katonában, mind hadianyagban, mind élelmiszer kiszállításban, és a németek szabad kezet és magyar segítséget kapjanak az ország zsidótlanításához, vagy legalábbis részleges zsidótlanításához.
Amikor Horthy felelősségét mérlegeljük, akkor azonban pozitívumok is vannak a serpenyőben, mert miután hazaérkezett Magyarországra és rádöbbent, hogy mibe egyezett bele, megpróbálta ezt a helyzetet valahogyan jobbá tenni. Egyrészt visszavonult, de csak a zsidó kérdéssel kapcsolatos ügyekben nem volt hajlandó ezután nagyon beleártani magát. Nyilván volt egyfajta erősen rossz lelki ismerete miatt. Júniusban pedig, amikor elkezdett nőni a mozgástér a normandiai partaszállás nyomán, akkor leállította ideiglenesen a főváros zsidóság deportálását, új kormányt nevezett ki, ugye a román kiugrás kapcsán megint csak nőtt a mozgástér, és a fegyverszüneti tárgyalásokkal is hajlandó volt végül elkezdeni a Szovjetunió felé. Ami még negatívumként szoktak a serpenyőbe tenni, hogy 44. október 10-án átadja a hatalmat Szálasinak, miután a fia életével megzsarolják, nos, én azt gondolom, hogy ebben a legkevésbé felelős. Tehát ekkor már szinte semmi más nem tudott volna tenni, és ahogy más tett volna, annak se lett volna érdemben más következménye. A sztójai kormány, akit kineveztek 44 tavaszán, ez egy olyan háborúpárti és német barát koalíció, amelyikben már gyakorlatilag csak Szálasék nincsenek benne, azok közül, akik még támogatják a háborút a német párti oldalon. Nem is tett mást ez a kormány, mint végrehajtotta a Hitler-féle Kleszheimi ultimátumot, és nagyon komoly lépéseket tettek a társadalom megfélemlítésére és korrumpálására. Az országot kiszolgáltatták jelentős részben a németeknek, és meglehetősen cinikus és képmutató módon együttműködtek a német holokauszttal. Itt egy olyan felhívást hoztam, ami a társadalom megfélemlítését szolgálta. Ez konkrétan a hivatalnokokat fenyegeti meg, hogyha a deportálások során bármiféle problémát okoznak, akkor őket is internálni fogják. Aztán a propaganda eszközeit is bevetették, itt Bosnyák Zoltánt látjuk, aki 44 májusában indított hetente megjelenő antiszemita folyóiratot Harc címmel, hogy csökkentse a társadalmi szolidaritást a zsidóság iránt. És ebben nagyon erős eszközeik voltak, nagyon is jól érzékelhették, hogy az undor a gyűlölet nyelve. Az emberek sokszor azt hiszik, hogy akiket félünk, hogy akiktől félünk, azokat utáljuk a legjobban, és azokkal szemben vagyunk a legkevésbé szolidárisak. Valójában nem. Azokkal kevésbé vagyunk a legkevésbé szolidárisak, akiktől undorodunk. Ezért van olyan nagyon rossz helyzet a hajléktalanoknak. Hogyha pedig ezek fényében megpróbáljuk a társadalmi passzivitás okait felmérni, akkor látjuk, hogy a társadalom jelentős része itt a háború utolsó évében ki meggyőződésből, ki érdekből, ugye osztották a zsidó vagyonokat, ki félelemből, ki tekintélytiszteletből, de vagy ezek valamilyen kombinációjából nem vett részt az aktívan az ellenállásban és az embermentésben, és ezen kívül voltak azok, akik igen. És ugye látjuk ennek is egyfajta dinamikáját, hogy 44 tavaszán a sokszerű német megszállás idején kevésbé volt sikeres az ellenállás megszervezése, 44 őszén pedig átszakadtak a fékek, már itt volt a közelben a szovjet hadsereg, Horthy lemondott, több tér nyílt az ellenállásra. Hogy miért nem tört ki ellenállás a zsidóság részéről, ezt is több szemponttal lehet magyarázni. Az állampolgári lojalitás, Horthy stabilizáló szerepe, képtelenek elhinni egyáltalán, hogy olyasmi történik velük. Reménykedtek abba, hogy ha sokakkal lesz is valami szerencsétlenség, pont velük éppen nem. Aztán ott volt az a német stratégia, amit komolyan alkalmaztak, hogy ha ellenálltok, még rosszabb lesz. És ezt nagyon sokszor jelezték is számukra. Persze kivételek itt is voltak, mint például a cionista ellenállás. És ugye így jutunk el 44 őszéhez, a hungarista államhoz, ami egy összeomló állam. Ugye itt a térképen is látszik, hogy a revízióval megnövelt országterületnek már egy része le volt szakadva október 15-ére, amikor a kiugrási kísérlet történik, és amikor Szálasi hatalomra kerül másnap. És ez az országterület fokozatosan csökken, az országot evakuálni kell, novemberben Budapestet is evakuálni kezdi a kormány, és emiatt egy alapvetően anarchikus állapot van az ország területén, tehát inkább csak formális ez a hatalom, mint de facto működő. Hogyha megnézzük, hogy mit csinál a Szálasi kormány abban a kevesebb, mint fél évben, ameddig úgymond hatalmon volt, azt látjuk, hogy egy háborúpárti és német barát koalíciót szerveztek ekkor, amiben minden olyan erőt összevontak, aki egyáltalán még ki akart tartani a német oldalon. Ezek támogatták a totális háborút, a hungarista állam kiépítése volt Szálasinak az elvárása, ez egy egypárti totális diktatúra akart lenni, és a zsidó kérdés vonatkozásában pedig egy kicsit mindjárt kitérek részletesebben, hogy mi is volt az elképzelés. Ugye említettem, hogy távlatilag Szálasi a kitelepítésben gondolkodott, de azért előtte még a háború után újjáépítésben a munkaerőket kihasználta volna a kitelepítendő zsidóknak. Természetesen vagyon nélküli kitelepítésre gondolt Szálasi. Ténylegesen azonban a nyilas uralom idején azt látjuk, hogy fajilag idegennek és elszeparálandónak bélyegezték őket,
túszokként kezelték őket, ez a nemzetközi, illetve a szövetséges hatalmak felé való kommunikációból is jól látszik, és ezért tették őket gettóba, ahol egy helyen lehet őket tartani. Szálasi vonakodva egyezett bele abba, hogy a németeknek úgymond kölcsön adja őket. És azért megint jön az, amit említettem, hogy Szálasi ezt komolyan gondolta. Tehát ő tényleg kölcsön adni gondolt, és azt gondolta, hogy majd visszakapjuk őket, és aztán majd az újjáépítésben lehet őket használni, mielőtt végleg kitelepítik őket. Na most, mint tudjuk, ugye ebből lettek a halálmenetek. A Dunából lövések pedig, amennyire ezt most látjuk, ezek olyan egyéni akciók voltak, úgy tetszik túlkapások, amelyeket a kormányzat nem tudott, és időnként nem is feltétlen akart megállítani. Hogyha a Szálasi és a hungaristák felelősségét keressük tehát a zsidóság tragédiájában, akkor azt látjuk, hogy már ellenzékben megkezdtek egy olyan hangulatkeltést, ami a zsidó törvények eszkalálódásához vezetett. Ezen kívül kormányon pedig a holokauszt második szakaszáért felelősek, kimondottan Szálasi és a hungaristák. De a nemzeti szocialisták, mint tágabb kör, vagy akár Endre László, aki ugyancsak nemzeti szocialista volt ekkoriban, ők már ugye az első időszakában, az első hullámában is benne voltak a holokausznak tavasszal, ami a vidéki zsidóság deportálását jelentette. És ami még Szálasieknek a felelőssége, az pedig az, hogy a pártszolgálatosaikat szabadon engedték, és 44 őszén, akin volt egy karszalag és volt egy fegyver, az bármit megtehetett. Ezt egyébként az ellenállás is kihasználta, hogy erre a trükkre rájöttek. Egy érdekes kérdés még, hogy ki mit tudott a holokausztról. Na most Szálasi minden jel szerint nem értette, hogy mi történik körülötte. Ez nem ez az első eset egyébként vele kapcsolatban, de történetesen azt se fogta fel, hogy a holokauszt zajlik. Hogy ez hogyan történhetett, annak részben az az oka, hogy szó szerint elhitt mindent, amit mondtak neki. Másrészt kívül esett azon a kormányzat információs hálón egészen 44 őszéig, amelyik belső jelentéseket kapott arról, hogy mi történik Európában. Ezen felül azért gondolhatjuk, hogy ő ezt tényleg komolyan nem vett róla tudomást, vagy kizárta az agyából mindazokat az a jeleket, amelyek erre utaltak volna, mert keresztény emberként ő morálisan tényleg elítélte az emberölést, és ezért ő csak kitelepítésben volt hajlandó gondolkodni. Utólag is teljes mértékben hihetetlennek tartja, hogy ennyi embert megölhettek volna. Ami még ehhez kapcsolódóan érdekes, az az, hogy a korabeli sajtót, ha megnézzük, nagyon sok információ kikerül, de nagyon sok ezek között a dezinformáció is. És ez a trükk az egészben, hogy nehéz eldönteni, hogy mi az igaz és mi a hamis. Ehhez kapcsolódóan még ugye beszéltünk a nyilas terrorról, ami egy totálisan mozgósított országban történik, ahol razziák vannak, felkoncolás, a megbízhatatlanokat internálják, a romákat is ezért gyűjtik nagy részt, mert hogy megbízhatatlannak is tartják őket, nem pedig azért, mert tehát nem teljesen ugyanazonokból kifolyólag, mint a zsidóságot. És egy káosz és anarchia van, amit jól látunk Budapesten, illetve a Dunántúlon. És ugye ezután következik az, amit mindannyian tudunk, hogy mi a történet zárása, 45-46-ban a prominens politikusokat és háborús bűnösöket megölték. És végül egy olyan képet szeretnék csak kivetíteni, ami egy egészen friss projektünknek az eredménye, amiben besoroltunk 20. századi magyar politikusokat, hogy ők hogyan képzelték az államot, hogy milyen államokat szerettek volna, és Tisza Istvántól egészen Horn Gyuláig bezárólag 15 politikust soroltunk be egy ilyen sajátos koordinátarendszerbe, amit egy amerikai politológiai kérdőívvel lehetett megcsinálni. És ebben az, ami érdekes számunkra, hogyha megnézzük azokat, akik úgymond diktatúrákat csináltak a 20. századi Magyarországon, azok itt a bal oldalon láthatók, tehát a gazdasági értelemben, mert kollektivista oldalon. Ugye Szálasi van ezek közül a legmagasabban, alatta látható hármas csoportban vannak a 45 utáni szocialista diktátorok, és ugye legalul pedig ebben a sorban Kumbéla különül el. Ugye sokan lehet gondolkodni ezen az ábrán, de két dolog van még, ami érdekes. Nem csak az, hogy ezen a bizonyos tengelyen egy sorban van a diktátorokkal Szálasi, hanem van még egy sor, amiben egy sorban van másokkal. Ott, a Horthy-kori miniszterelnökökkel, a 30-as évek miniszterelnökeivel. És alapvetően szerintem ez az az ok, ami miatt egyesek hajlamosak voltak őt a Horthy rendszer utolsó tartalékának is látni. Köszönöm szépen!